A színes műsort a helyi Boldog Gyermekkor iskoláskor előtt intézmény óvodásai nyitották meg, akik német nyelvű foglalkozások keretében elsajátított gyermekdalokat adtak elő. Őket a házigazdák, az Újvidéki Német Dónau Egyesület kóristái követték. Ez számunkra nagyon fontos, mert tulajdonképpen az egyetlen alkalom, hogy az itt élő német kisebbség bemutassa, milyen szinten tudta megőrizni a kultúráját, és mi az, amit mi tovább próbálunk művelni. A vendégek egy része külföldről érkezett. Képviseltették magukat a horvátországi és a magyarországi német egyesületek is. Az egyesületnek van egy óvodástánc csoportja, ami szintén hozzájárul a város jobb létéhez, illetve van neki egy felnőtt tánc csoportja 14 fővel. A Bácsalmási Egyesület néhány tagja egyébként 2009-ben a vajdaságiak kérésére 2-3 koreográfiát tanított be a hazai táncosoknak. Attól kezdve gördülékeny együttműködés alakult ki a felek között. Először 2010-ben léptünk föl, és azóta hála Istennek minden évben. A már hagyományosan megszervezett rendezvényen minden évben más-más kisebbségi egyesületet látnak vendégül. Ezúttal a Kredarica nevű szlovén nemzeti kisebbségi zenekar lépett fel a műsor záró részében, mellyel igencsak felperzítette a hangulatot.